Aki igen, az kész fel. Az önkormányzati rezsitámogatásról november 28-i ülésén döntött Kazincbarcika város önkormányzatának képviselőtestülete. A kormányzati döntések okán drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt Kazincbarcikán már több takarékossági intézkedés is született az elmúlt hetekben. Az első lépések után most arról született rendelet, hogy hogyan lehet a nehéz körülmények között élő városlakók számára elviselhetőbbé tenni a jelenlegi helyzetet. Sok embernek szüksége van erre a támogatásra. Szerencsére nekem nem, meg a családomnak sem, de egyébként a lakosságnak a fele szerintem rászorul. A jogosultak villamos energiaár támogatásra maximum 25 ezer forintot, gázár támogatásra maximum 75 ezer forintot, tűzifa vásárlásra pedig 120 ezer forintot igényelhetnek, ha a feltételeknek megfelelnek. A teljes támogatási összeg akkor adható, ha a kérelem még december hónapban beérkezik, és a kérvényező a maximálisan adható támogatási összeg értékében kereskedelmi áron vásárolja a gázt vagy a villamos energiát. A megfelelő fedezet a költségvetés ezen során rendelkezésre áll. Természetesen, ahogy megyünk előre, és látjuk azt, hogy az igénylőknek a számossága mekkora, és mekkora forrás biztosított rá az önkormányzat. Ha ebben valamilyen olyan jellegűt észlelünk, hogy nem elegendő, vagy nagyon sokan igénylik ezt, vagy magán a támogatási rendszeren kell adott esetben majd formálni, akkor ezt a képviselőtestület ezt a jellegű döntését meg fogja hozni. Számunkra az a legfontosabb, hogy ezekben a nehezebb időszakokban ezek a családok ezt a típusú támogatást a várostól megkapják. Az összeg nem automatikusan jár, azt külön kell igényelni. A kérelem az önkormányzat honlapjáról tölthető le, benyújtani pedig kizárólag személyesen lehet december 1-e és április 30-a között a hatósági osztály szociális csoportjánál, a főtér 36 szám alatt.